Hétköznap is nagy a forgalom a Szántódi révben. Egymást váltják a kompok a kikötőben. Sokan választják ezt az utazási formát a déli és az északi part között, hiszen néhány perc csak az út. Most nyáron sokat vagyunk itt a Balatonon, mi most Füredre költöztünk, Bogláról laknak anyukámék, meg a nagymamámék, és itt tudunk a leggyorsabban átmenni Füredről ide Szántódra, innen ugye Boglára, és hát nagyon jó, hogy ilyen közel van, mert igazából tényleg így a leggyorsabb, mint hogy körbe menni az egész parton, úgyhogy nagyon szeretjük. Autóval, kerékpárral és gyalogosan is igénybe vehető a Bahart komp szolgáltatása, amelyet sokan kirándulás céljából vesznek igénybe. Mi Barbacsról, Győr-Moson, Sopron megyébe jöttünk, és igazából mi mindig itt nyaralunk Zamárdiban, és egy napot mindig Tihanyban töltünk. És ugye a gyerekeknek is egy nagyon nagy élménye az, hogy komppal közlekedünk. Az autót lerakjuk ilyenkor, és akkor komp és kis vasút utána is vissza. A kompok mellett a programhajók és a sétahajók is nagyon népszerűek a Balatonon. Az online jegyvásárlással pedig elkerülhető a sorban állás. Ennek is köszönhető, hogy tovább nőtt az utasforgalom a magyar tengeren. Nagyon népszerűek a balatoni hajózás hajói ebben az évben is. Közel 10%-os az utas többletünk az év eddigi részében. Ez azt jelenti, hogy már több mint 1,6 millióan vették igénybe a szolgáltatásainkat. A tavalyi év ezen időszakában még nem értük el a 1,5 milliót, és ez igaz mind a kompokra, mind a személyhajókra. Nagyon népszerűek az új hajók, sokan keresik őket, és hát az új programok és az intenzívebb menetrend is meghozta az utazókedvet. A társaság a főszezonban sűrített járatokkal várja az utasokat, emellett a jóga, buli és gyerekhajók is népszerűek. Augusztus 20-án pedig tűzijátékot is lehet majd nézni a Balaton közepéről.